Mintaprogram zajlik Zemplénben, itt Sárospatakon is a mezőgazdasági termelést illetően. A pataki önkormányzat több hektáron termel zöldségeket, 10 féle kultúrával foglalkoznak, tudtuk meg a program felelősétől. Ágoston András arról is beszélt híradónknak, hogy bár kicsit késett a központi finanszírozású program kezdete, a jó idő sokat javított a terméshozamon. A napokban például 500 kg borsót tudtak leszedni, az uborka pedig eddig 250 kg-ot termelt. Folyamatosan végezzük azokat a aktuális ápolási munkákat, amelyeket a hátunk mögött is végeznek jelen pillanatban a dolgozóink. Minden második nap öntözzük az uborka ültetvényünket, a paradicsom, illetve a paprika telepítéseinket. A tegnapi nap folyamán elvégeztük azokat az aktuális növényvédelmi feladatokat, amelyek alapján a gomba és a rovar kártevők ellen védekeztünk. A mintegy 50 fős brigád folyamatosan jelen van az ültetvényeken. A szakember szerint ugyan első, egyfajta próbaévükben vannak a mezőgazdasági programban, de jó irányba tartanak. A földterületek adottságai alapján és az eddigi tapasztalatok fényében már a jövő évi növényösszetételen gondolkodnak, hogy minél hatékonyabbak legyenek. A helyben termelt jó minőségű élelmiszereket a helyi közétkeztetésben is felhasználják, de a felesleget értékesíthetik is a program leírása alapján.